Miért fontos a Paks visszavágója Vajdahunyadon? Hát most kifejtem. Ja, nem akarok nagy szakmai okoskodásokba bonyolódni itt a Paks visszavágójával kapcsolatban Vajdahunyadon, hanem van egy olyan nézőpontja a történetnek, ami nagyon-nagyon fontos a magyarság szempontjából. Vannak, akik csak legyintenek, ugyan már, hát most játszottak egy román csapattal, ennyit tud a Paks, és a többi, ezeket is meg tudom érteni. És az igazság, hogyha mondom még egyszer, egy skandináv csapattal játszott volna a Paks, akkor nem is érdekelne a dolog annyira. Annyira szurkoltam volna nekik, mint bármelyik másik magyar csapatnak a nemzetközi kupákban. De itt ez most ennél sokkal, de sokkal fontosabb. Nagy valószínűséggel nem lesz meg a továbbjutás, bár soha nem adjuk fel. Viszont a becsületért harcolni kell. Nem csak azért, hogy a Bognár Gyuri jobban érezze magát, vagy azok a játékosoknak is egy kicsit az önbecsülése jobban helyre billenjen, hanem azért, mert például a magyar csapatnak az elnevezése, a szlogen vele kapcsolatban a magyar csapat. És ezt most nagyon-nagyon-nagyon meglovagolják a románok. Ráadásul úgy, hogy egy második ligás csapat, aki tudjuk, nem juthatott fel az első osztályba, de mégis erre hivatkoznak. A második vonal a magyar NB1-nél is talán még jobb, ha a dobogó közeli csapatot, a magyar kupa győztest úgymond így meg tudták alázni. Minden román ebbe kapaszkodik bele, és higgyétek el, most mindenki nekik fog szurkolni. És azoknak a paksi játékosoknak, akik ma pályára fognak lépni, és ugye egyértelműen magyarok, nem utólag kell szégyenkezni és sajnálkozni, hanem saját magatokban helyre kell tenni a dolgokat a mérkőzés előtt, és oda tenni, és nem csak a Ferencváros ellen kell bizonyítani, hanem itt a nemzetköziben, ráadásul úgy, hogy most nem csak magyarországi magyarok figyelnek benneteket, hanem én azt gondolom, hogy egész Erdély ország. Most beszéltem székely barátaimmal, akiknek az elmúlt héten hát nagyon-nagyon kellemetlen volt. Nem is mennek el most a visszavágóra, mert nem kaptak szabadságot, de azt tudni lehet, hogy nagyon sok magyar helyben fogja megtekinteni a mérkőzést, és nem szeretnék még egyszer azt átélni, amit ezen a héten kaptak a munkahelyen, a közértben, akárhol, hogy tessék itt a magyar csapat, tessék itt a magyar foci, túlértékelt most már mindenki. Egész pár évvel ezelőttig a román futball azt gondolom, hogy jobb színvonalon állt, mint a magyar, és éppen ezért nem volt kirakatban annyira egy ilyen magyar-román összecsapás, de most, hogy a magyar válogatott letette a névjegyét, és egy kicsit a nemzetközi sajtó is többet várt el az Európa-bajnokságon a magyaroktól. A magyar sajtó pedig mindent megtett, hogy egy kicsit fölhájpolja ezt a csapatot, talán túlságosan is, és éppen ezért volt nagy arcúcsapás az, például ez a vereség a múlt heti 4-0. Nem akarom, mert én is mindig azt szoktam mondani, hogy igen, túl lehet ezeken lépni. Túl lehet egy nagy vereségen lépni, mint ahogy tudom én, túl tudtunk lépni egy Svájcon, egy Németországon, mert igen. Mert tudni kell, hogy ez a realitás. De ez sokkal fontosabb, mert azt gondolom, hogy ez egy nemzeti kérdés. És nem én csinálok belőle nemzeti kérdést, hanem önmaga tette azt már az elmúlt 100 évben nemzeti kérdésé. És azok, akik majd gúnyolódnak, hogy ugyan most mit kell a labdarúgásba a politikát hozni, meg majd gúnyolódnak itt a magyar focin, gúnyolódnak a támogatási rendszeren, gúnyolódnak a magyar csapat összeállításon azok, akik eddig pedig a Paksnak szurkoltak a Ferencváros ellenében, hogy nézzétek meg, mekkora költségvetési különbséggel és eredményt tudnak elérni, most ők törlik bele legjobban a lábukat ebbe a szerencsétlen társaságba. Akik azt gondolom, hogy azon a héten voltak szerencsétlenek, és nem most. Hogy meg lehet mutatni, hogy igenis az a név az elnevezésben az jelent valamit. Tehát az, hogy magyar csapat, az nem csak annak szól, hogy csupa magyarokból áll, hanem tudjátok, tovább tudjátok vinni a magyar labdarúgásnak most már a becsületét. Én gondolom azt, hogy nem realitás az, hogy most 5-0-ra győzni a Paks, de azt gondolom, hogy egy tisztes eredménnyel, egy győzelemmel
valamilyen szinten be lehetne fogni azoknak a száját, akik most a lábukat törölték ebbe az egész csapatba, egész Magyarországba. Tehát én azt gondolom, hogy a játékosoknak nagyon össze kell kapniuk magukat, és mivel ezt a videót szerintem úgyse fogják megnézni, én nem rakok rájuk terhet. De azok, akik majd esetleg készítenek videót, és vagy valamilyen módon el tudnak juttatni üzenetet a csapathoz, azok tegyék már meg azt, hogy juttassák a játékosok eszébe, hogy ez most olyan, mint egy magyar-román válogatott meccs. Nem akarom túlmisztifikálni, de higgyétek el, hogy Erdély testvérünknek ez olyan, mint egy válogatott magyar-román összecsapás. Higgyétek el, legyen az bármelyik magyar csapat. Ha most a Győr lenne, Nyíregyháza, akárki, akkor is ez lenne. Nekem személyes tapasztalatom az, amikor kézilabda meccsre megyünk, általában Bukarestbe szoktunk menni, a Fradi úgy kapja az ellenfeleket, akkor a Székely Légió csatlakozik hozzánk. De ugyanúgy csatlakoztak a Győrhöz is, a Győr szurkolóihoz, és biztos vagyok benne, hogy a többi csapathoz is, akik Romániában látogatnak, azok és magyar csapat az ellenfél, biztos vagyok benne, hogy aznapra egész Erdélyország, annak magyar része, annak a magyar csapatnak fog szurkolni. És higgyétek el, hogy nagyon fontos. Nagyon. Nem csak mondom még egyszer a ti önbecsülésedek miatt, hanem az egész ottani magyarság szempontjából. Mert ha megint egy megalázó eredmény születik, akkor azt gondolom, hogy még többet tettek bizonyos emberek azért, hogy az ottani magyarság is még kisebbnek, még másodrangúbbnak érezze magát, mint amit most már tesznek 100 éve. És most nem érdekel, hogy majd jönnek a kommentek, hogy minek kell ekkora feneket keríteni egy ilyennek, mert kell. Mert ha nem veszük komolyan, akkor lassan mindenhez itt fogunk hozzáállni, ami a környező országokkal kapcsolatos. Nem legyőzni kell őket, nem háborúban, hanem ilyenkor lehet a legtöbb szöget beleverni abban a rohadt trianoni koporsóba. Hogyha ha itt normálisan, becsülettel megfelel a csapat, akkor azt hiszem, hogy megtette már maga a paksi elnevezés saját magáért azt, amit kell, hogy magyar csapat, hogy megmutatta, hogy létezik ez a magyar identitás, létezik az a harcos szellem, létezik az a győzni akarás. Motiváció legyen bennetek, srácok, hogy most csak nem csak Magyarországért tesztek. Nem a Fradi ellen harcoltok, hanem valami ért. És ez így nagyon fontos lenne, hogy a motiváció az egy pozitív irányba forduljon át. Hogy nem valami ellen bizonyítjátok be, hogy kik vagytok, hanem valaminek az érdekében bizonyítjátok be. Hát ez lenne a legjobb, hogyha így állnátok neki ennek a mérkőzésnek. Nem tudom, hogy a paksi játékosok közül mennyire tudják ezeket a terheket elviselni. Lehet, hogy egy ilyen beszéd mondjuk a Bognártól, vagy akárkitől, aki motivátor annál a csapatnál, lehet, hogy még nagyobb terheket kell rárakni, de hát ezért vagytok magyarok. Ezért az a nevetek, hogy magyar csapat. Akkor bizonyítsátok be! Harcoljatok meg a becsületetekért. Harcoljatok meg azért a felírásért, ami ott szerepel a weblapotokon, és biztos vagyok benne, hogy Erdélyország magyar része ma veletek van. Na mindent bele. Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!